Sziasztok, ez itt a Párasító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Aki ma velem van, Pifkó Krisztián alias Mujó. és pont a, Hello. pont a mondat végén, mi ketten vagyunk itt, a két Igen, római gladiátor. az élet közbe szólt, és Fifika a szegedi vaper találkozón mulatja az időt, úgyhogy nem lehet velünk ma. Illetve tegnap kicsit mi is megcsúsztunk, mert mindenféle egyéb dolog jött közbe, ilyen elhanyagolható dolgok, hogy dolgoznia is kell az embernek. Meg Illet. amúgy is verboly, mindig nyávok, hogy pénteki podcast, nesze, ez most miattad van, nem pénteki podcast. Igen, úgyhogy lehet Clairvoyt korbácsolni. Ez csak miatta volt. Próbáltuk egyébként most is behívni, de pacsker volt, és éppen valami plázában mulatja az időt. Plázában Clairvoy. Plázázik, Clairvoy plázázik. Mi lesz a következő? Majd egy próbafülkében fogjuk elkapni? Ahogy éppen feszülős fürdősortot próbál éppen? Remélem, nem. Hogyha igen, akkor a kamera ki lesz kapcsolva. Jaj, tüdőre ment ez a kép, elképzeltem. Jobbulást. Jaj, Istenem. Nem érti meg senki, mennyi gond, meg probléma van, de majd ejtsünk szót erről is, mert tegnap például, ugye péntek volt, Black Friday-t csináltunk, vagy csináltam én is, és például ezért nem volt időm sem. Kedvem lett volna, csak tényleg az idő szűkében voltam, meg hát utána munka. Majd erről is beszélünk, hogy mi ez a Black Friday, meg honnan jött, mi van Na, mögötte, és... arra én is kíváncsi vagyok, mert nem tudom. Jó. Kezdjük akkor a fajsúlyos témákkal? Kezdjük azokkal. Jó. Meg is ragadom az alkalmat. Ugye e hét kedden, november 25-én lezárult az FV számára biztosított egy év, hogy aláírásokat gyűjtsön. Úgyhogy a továbbiakban már nem gyűjtünk több aláírást. Hát az 1 millió helyett 180, kicsivel 181 ezer aláírás fölött álltunk meg, ami ugye egyértelművé teszi, hogy innentől kezdve a folyamat nem halad tovább, és nem vendégeskedünk majd az Európai Bizottságnál, meg az Európai Parlamentnél, hogy elmagyarázzuk nekik, hogy miért is rossz az, amit csináltak. Úgyhogy akár ki is jelenthetjük, hogy ez a próbálkozás momentán sikertelen volt. Hát de fogalmazunk szeretnék inkább úgy megköszönni. szerintem, hogy nem az, hogy nem gyűjtünk többet, hanem hogy ez a mostani, ez zárult le, és ettől még csapataink hadban állnak. Abszolút, Hogy így abszolút. fogalmazunk. Beszélgettem a többiekkel, akik a háttérben szervezgették, meg intézgették a dolgokat Európa szerte, és hát megosztott a társaságban, aki azt mondja, hogy nem nagyon érdemes most egy újat indítani, mert egyrészt már végképp összezavarodnak az emberek, hogy ki ír alá mit, miért, hol és hogyan. Másrésztről meg a másik fele meg nagyon be van indulva, hogy akkor üssük a vasat, és akkor fussunk neki még egyszer. De most a következő néhány hétben szerintem hátradőlünk egy picit, így rendezzük sorainkat, és átgondoljuk a lehetőségeket, hogy hogyan is lenne jobban tovább menni, de ahogy én nézem, így nagyjából mindenki, aki ebben részt vett, az szeretné valamilyen módon folytatni a holamit. Tehát föl nem adjuk, az egészen biztos, ez most nem jött össze. Sajnos. Hát így, de csüggedni egyébként nem kell. Tartsuk a szemünket a Totali Wikidnek az Európai Bíróságra beadott keresetén, ami ugye ők alapvetően az egész TPD-t támadták meg, az még egy érdekes dolog lehet. Illetve amit most így nagyjából mostanában tehetünk, az, hogy most európai léptékbe beszélek, de nyilván ez Magyarországra is igaz, hogy ugye most fogják a következő egy év során mindenhol honosítani a TPD-t, dohánydirektívát, és beültetni a helyi törvényekbe az abban szabályozott dolgokat. És hát mit látjuk, ugye Magyarországon már azonnal megpróbálták kihasználni a túl tágan megfogalmazott irányelveket,
és szerintem ezzel nem leszünk egyedül, úgyhogy mindenki szépen tartsa a szemét a helyi eseményeken, és tiltakozzon, és ágáljon, és ugorjon a torkának a dolgoknak, hogyha azt látja, hogy megpróbálják túllépni a hatásköröket, illetve a szabályozásban lefektetett kereteket a kedves jogalkotók, légy lészen szó bármelyik országról. Úgyhogy most ez így egy kicsit figyelünk, pihenünk, aztán amint lehetőség van rá, hogy ugorjunk és védjük tovább az elektromos cigaretta érdekeit az EU-ban, akkor csináljuk. De előtte itt lesz a beigli szezon, a karácsonyi tüske kipiszkálása az ember fenekéből, aztán jövő januárban újult erővel folytathatjuk a történetet. A történetet pontosan. Jaj. Volt itt egy érdekes cikk, ezt te raktad be szerintem. Meg gondolom itt a kapura, a kapudrogra gondolsz. Hát a kapu effektusra, igen, igen, igen. Aha. Ugye Bocsánat, hogy drogot említettem itt. Mindig ez ugrik be a kapu kifejezésnél. Igen, mert hát elültették a köztudatba, hogy folyton annak a kapcsán használták ezt a kifejezést, így vált kvázi elcsépelté. Hogy hát ugye folyamatosan megkapjuk az elektromos cigarettát bírálóktól, hogy ez már pedig nyitott kapu a dohányzás felé, és soha nem dohányzó emberek fognak az elektromos cigaretta miatt örök életükre a nikotin remegő rabjaivá válni. És hát ugye anekdotának hívják azt, amikor mi elcigisek, ezt próbáljuk cáfolni, hogy de hát nézzétek meg, ez nem így van. De sorra bukkannak föl azok a független elemzések és kutatások, amik alátámasztani igyekeznek, illetve hát önkéntelenül is alátámasztják azt, amit mi hangoztatunk már hónapok óta. Most ezúttal Angliába történt egy független felmérés az ottani Office of National Statistics, ami valószínűleg az ottani a KSH ottani megfelelője lehet. Ők végeztek el egy független felmérést az ügyben, hogy az elektromos cigaretta használók között milyen arányban oszlik meg azok száma, akik korábban dohányosok voltak, és azok, akik soha nem dohányoztak, de most elektromos cigarettáznak, és arra jött ki a szám, hogy megközelítőleg 700 elektromos cigaretta felhasználóból egy ember jó, hogyha található, aki nem cigarettázott, nem dohányzott előtte, úgyhogy az a riogatás, hogy az elektromos cigaretta már pedig nikotinfüggő zombi közönét fogja elszabadítani a világra, az ez alapján is látszik, hogy ez egy badarság, és egyáltalán nem ezt mutatják a számok, bármennyire is szeretnék elhitetni ezt a világgal a kedves ellenzők. A zombi közönéről eszembe jutott már megint valami. Most pont Zínésön néztem, mielőtt elkezdtük a felvételt, úgyhogy még egy kicsit Én az épp aktuális Walking Dead epizódra gondoltam, és ott gondolkoztam, hogy mi lenne velem, hogyha tényleg jönne a zombi apokalipszis, és engem egy csomószor gondolati szinten mindig a filmek mögé nézek. És mikor fiatal volt, igen, most is kortalan vagyok, de akkor ilyen dolgok mozgattak, hogy miért nem mutatják a filmben, hogy mondjuk Robinson Crusoe évtizedekig hol szart a szigeten, hogy intézte biológiai szükségleteit, és akkor a zombis filmbe jött ez, hogy persze a kisgyereknek valahogy mindig sikerül pelenkát találni, de például milyen egészségesen élnek, hogy senki nem dohányzik. Talán az 5 évadban egyszer vagy kétszer láttam olyat, hogy megjutalmazták magukat egy szál cigarettával, de mi lenne velem, hogyha ez bekövetkezne? Honnan szerezném be a napi likvid adagomat? Jézus Mária! Mert még kantalt, meg ellenállás húzalt, még valahonnan csak összeszed az ember, de hát valóban jó kis PG-VG aromák. Hú, de nagy bajban lennénk, basszus. Mert valahogy... De egyébként... Igen? Lehet, hogy
az emberevő zombi hordái elterelnék a gondolatainkat erről a problémáról, és nagyobb gondunk is lenne, mint hogy likvidet keressünk. Ott meg lenne a szabvány mértékegység egyébként a kanttal tekerésre, ott lenne Derilnek a számszeríjának a nyila, amire tudnám tekerni például. Az egy emberes tekerés lenne, úgy gondolom. Na, úgyhogy ilyenek járnak a fejemben. Nézem a zombi hordákat, és ez ugrik be, hogy honnan lenne ott likvidem. De nem is azon egy nagy baj, hogy honnan lenne likvid, basszus, hol töltenénk az aksikat? Hát, nem, hát biztos vannak, tudod, ezzel a kézzel tekerhető LED lámpák, és akkor úgy töltöd az aksit, na onnan... Ja, ilyen dinamós. Igen, és akkor fixen lenne, hogyha nem zombit hentelünk, akkor azt forgatjuk, tekerjük, és töltjük a 18650-et, viszont akkor nagyon durván rá lennénk a hatásfokra ugorva, és ott nem lehetne játszani ezekkel a szubómokkal, meg mindenféle extrém tekerésekkel, mert nagyon hamar merülne az aksi, tehát oda azért Nekem kéne számolni rendesen, hogy átrezze, kihúzza egy átrezze. napig. Most gondolj bele, lemeríted nap végére az aksit, este lefekszel aludni, és másnap mit szívsz? Tehát akkor ott éjszaka alvás helyett tekerni kéne. Hát igen, hát nagyon. Sok nevetésbe elfelejtettem, hogy mit akartam mondani, akartam még e kapcsán valamit. Ja, igen, az jutott eszembe egyébként, ez nem akkora hülyeség, nekem múltkor eszembe jutott egy ilyen, csak hát ugye én nem vagyok se elektronikai, se mechanikai oldalon nagyon elereszve, vagy az érdeklődésem hiányzik, minden esetre beugrott az, hogy egy ilyen pici backup elcigi dinamó ellen simán lehetne csinálni, nézegettem, hogy a kínaiaknál lehet kapni ilyen kis picurka dinamókat, amik akár ilyen másfél-két ampernyi holmit összeszedegetnek egy kis tekeréssel, és egy ilyen egyes lyukra megtekered magadnak valót, egy ilyen igazi utolsó utáni esély, hogyha minden akkumulátorod lemerült mondjuk. Egy ilyet simán össze lehetne hozni. Na jó, lehet, hogy nem simán, de össze lehetne. Egész új aspektusából kezelítjük meg a zombi világ végét. Honnan lenne likvidünk? Hú, képzeld, ha beszabadulnánk, mennénk, és ú, nem emlékszel? Itt volt egy elektromos cigi shop. És ugye ahhoz senki nem nyúlna, mert hát kaját keresnek, meg konzervet, meg élelmiszert, és mondta, beszabadulnánk, körbenéznénk, és liquid everywhere. Oh! Életünk kockáztatásával hatolnánk be az elhagyatott azurboltokba a körúton. Oda néz, végé! Tudod, várjál, hol van az a... Az a... borászati segédanyagokat forgalmazó volt valahol vidéken, és akkor oda túrát szervezni, hogy én úgy olvastam régen, hogy ott volt végé rengeteg, induljunk el, és 3 napi sétával megközelítenénk. Kemény. Kívánom senkinek, de a friss zén és önepizódban egyébként pont egy gyógyszergyárat rédeltek le. Benne található, fogalmazunk úgy, tudatmódosító hatású anyagok kedvéért, mondjuk nem, nikotinér, PG-ér és VG-ér. Ott hol tartanak egyébként? Mert azt én nem követem nyomon a Zénésönt. Hú, megmondom neked már is, az utolsó előtti epizód volt ez, ha jól tudom, akkor ha jól emlékszem, akkor a következő lesz az évad zárójuk, 12. epizódnál tartanak most. Úgyhogy de évadra hányadik? Első, ez ó, is. Akkor azt még be tudom pótolni simán. Mert ugye... Érdemes szerintem nézni, mert kevésbé olyan bakbélgyulladásos, komolyan bevős, tehát jóval poénosabbra van véve a vonal, de hát... Mint a Walking Dead? Igen. A Walking Dead az drámának van apostrofálva, ugye? Azt én senkinek nem tudom dráma. Megmagyarázni, akik nem nézik, hogy igazából nem a hentelésről szól ez a film. De most nagyon abszolút átcsaptunk itt elektromos cigiből, de érdekes, ez a téma, ez engem nagyon érdekel. Tehát ez abszolút nem a hentelésről szól, és múltkor pont ezt beszélgettük a kollégákkal, hogy
A Walking Deadben, meg ezekben a zombis film, az, illetve igen, a Walking Deadben egy dolog a kiszámítható, a zombik. Tehát én attól már nem emelkedik meg a pulzusom. Nem, Az hát ötödik attól évadra attól emelkedik. emelkedik meg a pulzusod, hogyha egy embert látsz, és hogy már elkezdesz kattogni, hogy ez az ember az jó, vagy rossz, vagy mi fog történni. Mert a Igen, zombinál az igen. tiszta sor. Le lesz ölve a francba, cégéivel megoldják. Érdekes ez egyébként tényleg, hogy és ez, hogy nem a hentelésre, ebbe tökre igazad van, nem a hentelésre van ez kiegyeződve, tehát nem egy ilyen road movie, ahol folyamatosan mennek és zombikat gyilkolnak, hanem sokkal inkább a ilyen szociológiai eszmefuttatásokra van kiegyezve az egész történet, hogy tényleg egy idő után már nem az ad okot félelemre, hogyha egy zombival találkozol, hanem hogyha egy emberrel, hogy na, bakker, ez most mekkora disznóságot forral ellenem, hogy elvegye a Lukasz zoknimat, és tekerést készítsen belőle. Ott most up to date vagy? Igen. Na például nem vágom a néger papot. Hogy az most mi? Ki Az majd kirágja a padlót és elszökik. az bolond, szegénykém, az bolond. Az mindent vívő volt. Hát meg ugye mikor a néger magához tér és látja, hogy a Fekete, afroamerikai. afroamerikai, bocsánat, igen, hogy politikai korrektek legyünk, és azt látod, hogy valaki a lábadat teszi. Hú, az kemény Hát volt. igen. Jaj. Disznó kanibálok. És tuti még a likvidet is ellopnák, ha lenne. Hogy egy kicsi témánál is maradjunk. Azzal édesítenék az egyébként sós húst. Csemege, milyen delikát cuccokat találunk, Miki. Igen. Így szombat délután ebéd környékén. Ez szerintem adja magát. De Jó ha van. már Amerika és zombik. Na. Ez egy felütés volt, Charlie, a hármas pontra. Hát, csapataink hadban állnak, ezt így kéne kezdeni. De sajnos nem ez most a párásító csoportban posztolta ki valaki, egy nagyon exkluzív tábla, méghozzá a Rodeo Drive-on, ahol az szerepel a táblán, fekete a tábla, fekete gyászkerettel, és azt mondja, hogy please no smoking, no vaping. Tehát ilyen is van már. Szívbe markoló látvány egyébként. Egyébként ott jogos volt az egyik komment, a kép alatt azt írja valaki, ilyen erővel büdöset se egyenek. Én nem gőzölhetek egy étterembe, ellenben mások olyan büdös kajákat esznek, hogy 3 napig elmegy az étvágyam. És a másik komment, hát az örök érvényű, jó napot, fingani szabad? Nem. Akkor csalok. Igen, ezek az érvek mindig följönnek, és igazából tök jogos. Tehát itt megy ez a pofoszkodás adok-kapok, hogy most káros, nem káros, van-e passzív vépelés, nincs-e passzív vépelés. A tudomány jelenlegi állása szerint tudjuk, hogy nincs passzív vépelés, tehát alapvetően akár békén is hagyhatnának minket. És teljesen jogosak ezek a dolgok, hogy akkor bakker, akkor ne legyen büdös, ne fingjon, ne egyen olyan kaját, ami engem például ki lehet kergetni a lecsó szaggal a világból. A sült paprika az nekem abszolút a nemeziszem, és mégis emberek eszik, és hát valahogy el kell viselnem. Nekem kollégám van Nem. így, ő az összes szendóból, és a cégnél általában minden szendóban van, mert ilyen tudatos táplálkozás és nagyon egészséges szendvicseink vannak, paradicsom. És ő nem eszik paradicsom, tehát nem az, hogy nem eszik, hanem a gondolatától is beteg lesz. Az az első, hogy megveszi, kinyitja paradicsom valaki, és így szépen kipiszkálja. Tudod, ez olyan, mint a kérek egy hamburgert hús nélkül. Ez érdekes dolog egyébként, mert van egy barátom nekem is, aki irtózik a nyers paradicsomtól, de csak a nyerstől. Tehát ha valami bele van főzve, akkor már megbékélt vele, de a nyers paradicsomot nem képes megenni, nem tudom, hogy miért. Egyébként Furi, én nagyon szeretem. A nyers paprikát egyébként imádom, csak hőkezelve nem. az a fura abban, amit írt a srác is, hogy büdös kaját esznek, hogy én például ugyanígy vagyok, hogy a munkahelyen ugye mindig nagy üzemben csinálják az ebédet, és mikor mondjuk egy pörkölt alapot elkészítenek, és azt a
klímarendszer az egész épületben valami oknál fogva szét tudja dobni, és tudod, mikor Csodás. elkezdesz hagymát pirítani mondjuk, és nem az itthoni lábos és kétfej hagyma, hanem mondjuk 10 kiló hagymát, és az az édes, büdös, olyan, mint mikor 3 hétig nem fürdesz, és egy kis kajaszaggal keveredik, olyan. Na, hogy az nem baj? Hát dehogy nem. Egyébként azt is írják itt a táblán, ez engem, én ettől lettem pipa. Two Rodeo Drive is a smoke free facility. Hát, de már megint smoke free, rendben van. Nem fogok cigizni. Nem is akartam cigizni. De Nem, ez megint... Nem, fejezd csak be. már megint ez a tévképzet, amit az elején nagyon szerettünk, hogy annyira analóg párhuzamot lehet vonni a gőzök között, hogy gőz olyan, mint a füstje, és ezért azt mondják erre is, hogy ne dohányozz, meg ne füstölj. És ugye sokszor mondjuk mi is, én is szoktam videó alatt mondani, hogy milyen jó füstje van ennek a kazánnak. Tehát nincs füstje, gőze van, Természetesen csak mégis hasonlít rá, és ezért ezt így leírják, hogy smoke free facility, azt csókolom. de itt megint hajlamosak elfeledkezni, nem csak hajlamosak elfeledkezni róla, hanem folyamatosan elfeledkeznek arról, hogy ez az egész honnan indult ki. Ugye hát nem azért tiltják be az ilyen helyeken a dohányzás, mert nem szép a füst, vagy büdös lesz a ruhát, hanem azért, mert bizonyítás nyert, egyértelműen káros a környezetére, arra is, aki nem szívja, stb. Stb. Innen indul ki ez az egész. És ugye, hogy állandóan arrébb cibálják a célszalagot, hogy mi is a cél, hogy eddig ugye az volt, hogy ne dohányozzatok, dohányozni rossz, a dohányzás ártalmas a környezetére, stb. Stb. Innentől kezdve persze értjük, nem tesszük ki a környezetünket annak, hogy számukra káros anyagokat bocsátunk ki a levegőbe, és ők kénytelenek legyenek ezt elviselni. És itt meg is áll a történet, tehát ne feledkezzünk már el arról, könyörgöm, hogy az arról szól, hogy ártalmas az egészségre. Lehet, hogy úgy néz ki az elektromos cigarettának a gőzepárája, mint a füst, de nem ártalmas rá, úgyhogy irdatlan nagy bunkóság egy kalap alá venni. És hát ugye ez a hatalmas nagy muníciójuk pedig, és erre építik a vécigi ellenes vonal nagy részét, hogy megpróbálják a párhuzamot, megpróbálják összemosni a kettőt, de hát ez agybaj. Próbálok azért nem fogom be a számot, mert próbálok valami jó hasonlatot találni közben, hogy eszembe jusson, de nem jut eszembe, de majd ha igen, akkor előrukkolok vele. Egy dolog, amiben egy picit nem igazat tudok adni, hanem egy pici igazságtartalom is van, hogy azért igen, hogyha egy túlfűtött kazánt használunk, illetve egy túlfűtött húzalt használunk, akkor a jelentősen túlfűtött húzal azért tud olyan összetevőket szabadon bocsátani a likvidből, ami valóban káros lehet az egészségre. Ez tény. Hát de Charlie, te is ízleltél már jelentősen túlfűtött kazánt, annak szar íze van. Tehát, hogyha ízzik a fűtőszálad, mert nem kap elég folyadékot és túlmelegszik, vagy valami egyéb okok miatt ez a jelenség áll fönn, akkor azt nem fogod megállás nélkül szívni, mert Nem, nem, valami nem. rossz Itt íze a van. jelentős túlfűtés, itt akár az is lehet, hogy például olyan kazánt tekersz, amiben mondjuk egy dupla paralel tekerés van, és az én nyelvemet is szétégette. Egy fél napig szívtam, és még mindig nem érzem a nyelvem hegyét. De hát Ha nem szívod, akkor fél napig. nem volt nálam más, úgyhogy óvatosan szívtam meg a nyelvemet, megemeltem, és hogy alulról is egy kicsit égessem, ne csak egy helyen. De igen, szabadulnak ott föl azért olyan anyagok ilyen esetben, mert nagyon magas ott az üzemi hőmérséklet, és nem az a hőmérséklet van ott, amivel az ember alapesetben gőzöl, hogy igen, ilyen esetben szabadulhat föl, tehát azért erre is érdemes odafigyelni, és ezért sem feltétlenül kell mindig bedőlni ezeknek a 150, 200, 1600, 18.000 watt megeféle kazánoknak, szerintem. De ezt már sokszor elmondtam, szerintem ez a wattvadászat, ez a... Nem akarok senkit megbántani, de ez a lusta, vagy számolni nem akaró embereknek a mencsvára, akik, tudod, az ördögi körbe kerülnek, hogy nagy gőz kell,
lejjebb megyek ellenállással. Lomhább lesz, nagyobb teljesítmény, vagy még lejjebb megyek, és akkor még lomhább, még nagyobb teljesítmény. De érdemes megnézni egyszer egy ilyen videót, valahol, bárhol, tök mindegy, hogy hol, ahol játszanak ezekkel a 0,5, meg 0,6, meg a franc se tudja már milyen vastag, már a rotring szeruzám sincs olyan vastag béllel, ellenállásokkal, és valóban szépen fölizzik, és aztán érdemes megnézni, hogy mikor elengedi a gombot, hogy akkor így még mindig izzik, még mindig. Én múltkor direkt megnéztem, több mint 8 másodpercig lehetett még látni, azt, és hogyha nem látod, hogy vörösen izzik, az még akkor is kurva meleg. Bizony. És gondolj bele, hogy szívod, azt mondod, hogy ú, már egy picit éget, elengedem, és akkor egy picit éget, de még mondjuk 10 másodpercig ott a likvid, vagy annak a likvidnek a hiánya, és mondjuk a vattád forrósodik és izzik, aztán csodálkozol, hogy szar. Tehát szerintem azért ennyire nem kell hajszolni a vattokat. Tehát ez tudod, hogy farahány borsó, Ja, amit mondunk. Viszont talán Vukmir Gavron gőzcsap, Balanek Dániel, és ezek permutációi. Bedobott egy linket, ez a Relem, vagy Relem. Ez egy tök mindegy non-profit KFT, nem is ez a lényeg, hanem egy ilyen akció, vagy ilyen visszagyűjtési játék. Ők foglalkoznak egyébként a hazai visszaforgatással, újrahasznosítással, és például azt írják az oldalukon, hogy 2013-ban ugye 30%-os begyűjtési előírás volt előirányozva használt elemekre, akkumulátorokra, és a többi, és a többi. Ezt 33,5%-os eredménnyel zártuk Magyarország 2013-ban. És ezzel Európa élmezőnyében vagyunk egyébként. És itt, ha... Legalább egy valamiben. Igen. Ha jól látom, akkor ezzel kapcsolatban van egy gyűjtőverseny is, ami a pontvelem.hu oldalon zajlik. És... Én még abban is látnék fantáziát egyébként, mert ehhez lehet így igényelni ilyen ingyenes dobozkákat, vagy mit tudom, mint a Dobox volt ugye annak idején, ilyen ingyenes dobozokat igényelni, és akkor gyűjteni. Lehet, hogy szervezhetnénk egy ilyen akciót, hogy mit tudom is én, boltok, meg minden egyéb. Mondjuk a boltok adnának kedvezményt, hogy kapsz, nem sok, érted, 500 forint kedvezményt, vagy kapsz 300 forint kedvezményt, ha visszajutatod hozzánk az elhasznált akkumulátorjaidat, vagy leadod személyesen, és aztán így egyesületi szinten globálisan ezt összegyűjtenénk, mondjuk valamikor, valahogy, és akkor így leraknánk az asztalra, hogy akkor a magyar villanygőzölők, vagy a villanypára egyesület mondjuk 25 kiló használt akkumulátorral szeretne nevezni. Nem tudom, hogy gondolod. Szerintem ez egy tök jó ötlet. Én amúgy is mindig nagy bajba vagyok, hogy az ilyen veszélyes hulladékaimtól hogyan szabaduljak meg, mint régi hardverek, meg elhasználódó aksik. Hát figyelj, múltkor volt egy nagyon jó ilyen használt hardver gyűjtő akció ott a Dózsa György út környékén. Én ezekről mindig lemaradok. Mint ott voltál te is. Mi? Mikor a Fidesz székháznál kidobálták az út? Jaj, bakker! Ez nem esetleg. Hát igen. A monitor be akart jutni mindenképpen. Én ezért egyébként nekünk a munkahelyen vannak ilyen használt elem, meg használt telefon. Na, ott egy kicsit paranoiás vagyok, tehát olyan telefont, amin nekem adataim voltak, azt nem dobálok be, de a használt elemeket, azokat vissza szoktam vinni, mert nem szeretném, hogyha élő vízbe vagy csak a sima szemétbe kerülne, úgyhogy én azokat oda dobálom. Erre mindenkit megkérhetünk szerintem nyugodtan, hogy ha nem is vesz ebben a programban részt, nagyon egyszerű, menjen el egy mit tudom is én, Telekom, Telenor, Vodafone, tök mindegy milyen boltból, biztos, hogy van ilyen használt elemgyűjtőhely, oda
dobja be, tehát semmibe nem kerül, berakod a zsebedbe a két-három régi rossz aksidat, és ha olyan helyen jársz, akkor oda bedobod. Ez nem Nekem plusz. most jó, ugye, mert a lehasznált aksiaimat azokat Igen, rácsúzom, itt pihennek az asztalon, látom, és nagyon óvatosan kezelem őket, vigyázok ez rájuk, jól teszed. mindig ránézek, egy kicsit félek is tőlük, hogy valami kölcsönhatásba lépnek egymással, vagy megindulnak, de épp valaki írta, hogy mikor lesz már, és ne vicceljük el, robbantós teszt, ugye, amiről már régen beszéltünk, hogy milyen veszélyei vannak ennek. Ja, majd ha jó idő lesz, akkor majd valamit csinálunk. Épp múltkor néztem, hogy már van iPhone-ra is. Tudod, van ez a FLIR nevezetű kamera, ami ezen a technológián alapul, mindenféle hőleképzéssel foglalkozik, és ülteti át azt jól megemészthető színekbe. Ja, És leesett, oké. ugye ezt a hadiparban használták, és valami iszonyat félelmet. Tehát tudod, amikor láttad, hogy föntről a drónok csak apró fehér pontokat látnak a képernyőn több kilométer távolságból, Igen, és igen. na, ez ugyanaz, csak színleképezéssel is, ugye a hőmérsékletnek megfelelő színeket tudja konvertálni. Nem kell egy nagy truvájra gondolni, tehát egy 80x80 pixel nem egy nagy valami, viszont úgy dolgozik össze a gyári kameraképpel, hogy a kameraképet a sajátjával összeveti, és tulajdonképpen a te nagy felbontású kameraképed fogja átkonvertálni az ő szín sémája alapján, és mutatja meg, hogy jó, ott nem ilyen példákat mutattak, hanem hogy hol szökik a házból a meleg, a billentyűzet, hol meleg, miket használsz, és az érdekeseket tudna mutatni, csak hát mondjuk egy ilyen kamera connection kit a telefonra valami 110 ezer forint környékén kezdődik, tehát indíthatjuk a crowdfundingot, aztán, hogy meglátjuk, hogy mikor jön össze ennyi. Ja. Úgyhogy az még várat magára, az aksia, itt pedig az asztalon pihennek. Na de marhassággal is bőven tele volt ez a hét, és már megint a hülyeség cunami, amit egy valaki leír, a másik átveszi, a harmadik meg látja, hogy már két helyen megírták, az biztos tényszerű. És pont ezért én pont a Daily Mail-nek a cikkét találtam meg, de hát biztos volt N plusz egy permutációja ennek, ahol természetesen ügyelnek arra, hogy még a link is beszédes legyen, és ugye a link végén az van, hogy az e-cigaretta 10-szer több rákkeltő anyagot tartalmaz, japán kutatások szerint pont HTML. Ezt természetesen átvette mondjuk az MNO.hu is, ezt Ez is, meg azt is. futótűzként körbe terjedt De ez a mindig, világon. tehát Az ez ugyanúgy, egész mint a héten ment ez a WHO-s. hisztéria. Igen. Igen. Szerencsére egyébként még elsötelt a hét, de már meg lett száfolva az egész dolog, tehát aki esetleg emiatt izgult, az teljesen feleslegesen izgult, hogy valami valóságtartalma van ennek a dolognak, mert nem így van. De egészen undorító a dolog. Ugye onnan jött ki, hogy a japán kutatók több e-liquidet nézegettek, és azt kutatták, hogy az egyes e-liquideknél, amikor azt elpárologtatják, abban az egyes káros anyagok milyen mennyiségben vannak jelen, és ez hogyan aránylik a hagyományos cigaretta által kibocsátott káros anyagokkal. És a hiszti az volt, hogy állítólag, és akkor így fogalmazok, aztán a végén úgyis elmondjuk a teljes történetet, hogy az egyik likvidben a cigarettából kibocsátott formaldehid mennyiségénél 10-szer annyi formaldehidet találtak. És ez ugye már önmagában érdekes, hogy az egy, a sok-sok rákkeltő anyag közül egy, ami van. Tehát 10-szer annyi formaldehidet találtak egy esetben. Hogy ebből hogyan lesz az, hogy 10-szer annyi rákkeltő anyag van az elektromos cigarettákban, ugyan blokk, az már egy érdekes dolog, de hát ugye a sajtó ebből él, hogy
hogy ilyen remek címeket tud kreálni. Tehát már itt elkezd sok sebből vérezni a történet, hogy nem erről van szó. Aztán, amikor kiderült, dr. Falszalinos természetesen azonnal felvette a kapcsolatot a kutatást végző japó emberkékkel, és kiderült, hogy egyáltalán nem erről van szó. A publikált adatok, amiket a japánok publikáltak, ott a legeslegrosszabb, ami egyetlen egy konkrét E-liquid márkánál volt, ott tapasztalta kiugróan magas formaldehid jelenlétet, de az is 6-szor kevesebb volt, mint amennyi egy teljesen mezei cigarettából felszabadult. Tehát 6-szor kevesebb. A további beszélgetések azért kiderítették, hogy volt egy mérésük, ahol valami valószínűleg nagyon félrecsúszott, és ott annál a mérésnél tényleg 10-szer annyi formaldehid jött ki, mint amennyi normálisan lenne, de hogy ezt nem is tették bele, mert ott egyértelműen valami mérési gebasz volt, vagy kifogyott pont a kazánból a likvid, vagy túl magasra lett állítva a teljesítménye a készüléknek, tehát valami ilyesmi, és azért ezt nem is vették bele az eredmények közé, de hogy ez az egyetlen egy félre sikerült valami szolgál az alapjául a világot körbejáró hisztériának. Egészen elképesztő. Viszont, hogyha nem folytatod a szöveget, akkor de elmondom folytatom, egyébként. Erről eszembe jutott a Terézanya Csapjad című örökérvényű opusz. Ezt fogom szerintem most betenni majd a heti kultúra rovadba, mert zene is, ahol ugye az van, hogy kutya, cica, mérési hiba. És akkor majd mindek analóg műszerekkel Gagarin is fika. A többit az majd mindenki meghallgatja. Ezt sose tudom megunni. Ezt én évek óta meghallgatom, havonta legalább 4-szer, 5-szer. Amit nem értettem én egyébként ebben a cikkben, és az MNO-s cikket, ha megkattintod, ott van egy infografikának is akár nevezhető valami, ez a jobb cigaretta, az e-cigaretta nevezetű kép. Ott alatta van a szöveg, arra rákattintasz, és kijön nagyban. Egy. Még mindig az első generációsokkal demóznak. Igen. Ez kurva jó. Lefordították az inzulátort szétválasztó. Tényleg? Üvegszál. Van egy másik pozitív érdekessége is egyébként ennek az egész heti hisztériának itt a formaldehid kapcsán. Ugyanis a... Bocsáss meg, csak közben igen? Jött egy SMS-em. Azt akartam megkérdezni ezzel a képpel kapcsolatban, mert nem tudtam, nem tudom összerakni ezt a... Jobb alsó sarkában van egy ilyen, hogy a nikotinbevitel összehasonlítása egy átlagos dohányos esetén per nap. És akkor ott van ez a piros szürke csík. Azt látod, megvan? Azt mondja, igen. A hagyományos cigaretta 14-21 mg. Alatta ott van a nikotinpótló termékek 6-48 mg, e-cigaretta 3,36 vagy 100 mg. A nikotin halálos adagja egy 70 kilós ember esetén 63 mg. Ami, mint tudjuk, nem igaz. Is. De mi ez a graf, vagy mi a piros, mi a szürke? Mi ez a szürk? Ez számomra is. Vagy hogy 14 a piros, 21 a szürke, hogy 14-től 21-ig akár. A nikotinpótló termékre akkor inkább bőven azt mondanám, hogy az még majdnem halálosabb, mint az e-cigaretta. Tehát nézd meg, ha csak a 6 milligramot nézzük, akkor annak a fele, a 48-nak meg a tizede. Igen, én úgy nézem, ez kiszúrtad, hogy a szürke, a piros az az alsó intervallum, a szürke meg a maradék. Megint ezen csaptam föl magam, hogy előnyei, oké, és hátrányai. Nincsenek hosszú távú klinikai vizsgálatok az e-cigaretta hatásával kapcsolatban. Hogy lenne bakker, mikor az egész technológia legjobb esetben is, mondjuk, amit most használunk, mondjuk legyen 10 éves? És akkor a cigarettánál miért nem volt ilyen, hogy ácsi, 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 nem tudjuk, hogy mit tartalmaz, tiltsuk be, aztán majd vizsgáljuk. Megint
Vagy itt És már akkor nagyon megmutatjuk, mit hogy... vizsgáljunk, hogyha betiltottuk, és nincsen Igen. elég minta, mert senki nem használja. Kicsit olyan ez, mintha azért tüntetnénk, hogy az űrkutatást azt azonnal szüntessük be, mert nem vagyunk tisztában hosszú távú hatásaival, lehet, hogy 100 év múlva fölpiszkálunk egy csápos zöld fajt, és lesöpörnek minket a bolygóról, és az ettől való félelemben azonnal Hát meg tudod szüntessük úgy, be az mint űrkutatást. az előző podcastben volt a halálos a víz, itt is lehetett volna mondani, hogy Igen, az igen, igen. űr halálos veszélyt jelent az emberre, mert nincs ott oxigén és meghalsz. Hideg is van. Az meg pláne. Merre szállna a súlytalanságban a gőz? Most ezen kattogok, hogy hogy milyen fasza izéket lehetne ott Az fújni. hogy megmaradna Cloud tényleg? chasing Miket bajnokság. lehetne? Komoly gőzszobrászatot lehetne ott Sőt, csinálni. akkor tulajdonképp, ahogy kifújom, akkor azt számolja, mint egy rakéta, és hatás-ellenhatás elvén én elindulnék a másik irányba. Simán elkezdesz hátrafele szaltózni, bizony. Zsír. Nagyon jó, még itt ezt olvasom, hogy itt írnak, hogy az e-cigaretta egészségesebbnek tűnik a hagyományosnál, így a dohányosokat nagyobb fogyasztásra sarkalhatja. Mi van? Ez mégis milyen alapon állítják ezt? Ha használhat, akkor a szervezetbe kerülő nikotin viszont tulajdonképpen méreg. Miért a cigarettában nem az? De már megint jönnek ilyen, a... Mondjad, bocs. Ilyen már majdnem értelmesnek tűnő mondatokat alkotnak, de hogy mi fasz? Hogy hát tudod, sikerült ezt ezek a így szavak, amiket egymás mögé rakunk, megfelelő helyekre, jelzőt, határozót, névelőt, és akkor valami kijön belőle. És ha már végképp nincs ötletünk, akkor a cikk végére bedobunk mit? WHO. WHO, igen, WHO. Halálos méreg, WHO. Danger, megbassz. Ezeket annyira bírom, de tényleg a felületes olvasó átsütik ezeken, és csak így az állításokat jegyzi meg, de itt alapvetően arról van szó, hogy az okozati láncból elképesztő mennyiségű lépést kihagynak, és konklúziókra ugranak, hogy mint a kutya meg a macska. A kutyának 4 lába van, ennek az állatnak, ennek a macskának 4 lába van, tehát ez kutya, pont. Teljesen. Az, amiről az előbb beszéltél, hogy Farsalin az doki is reagált rá, ez mondjuk az, ami az e-cigarette research-ön van? Az a link lenne, tehát a doki az felvette a kapcsolatot azonnal a japán professzorral, hogy ez most mi ez, haver, és aztán jó megbeszélték, hogy igazából nem, tökre nem az van, mint amit a sajtó állít. És mielőtt elfelejtem, ennek a kapcsán akartam mondani, hogy vannak azért pozitívumok is a média képviselői oldaláról. Például ugye ez mikor volt, tegnap előtt kezdődött el ez a formaldehides hisztéria, ha jól emlékszem. Bocsánat, és mi az a táblázatban, hogy izó meg extrém? Azt mondja, a formaldehid tartalom, izó minősítés, tobakó és marihuána. Tehát van izó minősítésű marihuána? Ez tökre cool. Fogalmam. És van extrém, az a másik. Van izó és van extrém. Hát ez beszarok. Ez a 7-es táblázat egyébként. Ha lefele gördítesz, a második a Farsalinos féle cikkben. Megyek. Itt annyi szám volt, hogy ezt én meg sem próbáltam értelmezni. Extrém marihuána, igen. Izó marihuána és extrém marihuána. Oké. Bemész mondjuk Hollandiában, vagy és Amerikában egy megfelelő trafikba, és azt mondod, hogy én izó minősítésűt kérek, mert nem vagyok azért annyira durva. Kemény. Na, bocsánat, hogy közbevágtam. Mit kezdtél el mondani az előbb? Ja, azt kezdtem el mondani, hogy ez a heti formaldehid hisztéria egyébként szült egy olyan dolgot is, amit nagyon-nagyon-nagyon ritkán tapasztalhatunk a média képviselőitől. Ha jól emlékszem, akkor tegnap előtt kezdődött ez az egész formaldehides hisztéria, és az első között volt a norvég sajtó és a norvég királyi tévé, aki ezt átvette és elkezdte tényként közölni ezeket a dolgokat. Majd miután dr. Farsalinos megkapargatta ezt a dolgot, és kiderült, hogy baromira nem erről van szó, másnap az országos norvég királyi tévében elnézést kértek, és bemutatták az érem másik oldalát is. Elnézést kértek a teljesen félrevezető címadás miatt, hogy 10-szer annyi karcinogén az elektromos cigaret
hagyták be, stb. És nagyon korrektül helyesbítettek, és visszacsinálták ezt az egészet. Úgyhogy tök jó lenne, hogyha a sajtó képviselői is eszerint járnának el mindenhol, hogyha rájuk pirítanak, hogy bakker, ez nem így van, akkor könyörgöm, helyesbítsenek már, mert ez nem így megy. Úgyhogy le a kalappal a Norvég Királyi TV munkatársai előtt, hogy ezt megmerték lépni, és nem csak a szőnyeg alá söpörték azt a egészet. Ezzel kapcsolatban volt hazai vonatkozás is, egy pozitív cikk, amiből lássuk be, nagyon kevés van itthon is, és a Népszava online-on jelent meg az elektronikus cigaretta életani hatásait. Ne ezt már megint, mondtam, hogy ezt ne családli. Mit ne? Ezt a hatodik bört húzzuk le ugyanarról a Ricardo Polóza tanulmányról. Ezt az e-cigaretta EU leközölte, aztán ennek a felét leközölte egy másik, most itt van a Népszaván a harmadszorra is, még én is fordítottam az angolból, tehát ez ugyanaz a cikk két hónapja. Ugyanaz a cikk két hónapja, de akkor megfordíthatjuk, mi is ugyanazt a cikket olvassuk, a WHO ezelőtt két hónappal megpörgetett hülyeségét, és hogyha abból megemlítünk minden egyes héten minden egyes újabb hülye fordítást, akkor szerintem igen, ennek is van létjogosultsága, ugyanúgy, hogy itt van újra, lehet, hogy N plusz egyedik bört lehúzva, de végre, hogyha valaki magyarul rákeres az e-cigarettára, akkor nem csak azt kapja, hogy a WHO betiltotta, és egyébként mennyire káros, hanem ebben a cikkben ugyanúgy le van írva, ahogy már szerinted más cikkekben is, hogy a szakértői csoport ugye összehívta ezt és azt a bizottságot, és 12 nikotintartalmú termék esetében vizsgálták az egészségügyi kockázatot. Volt ott cigi pipa, szivarka, vízipipa, anyám kínja és elektromos cigaretta is, és ugye a vizsgálat eredménye, hogyha a dohányzás egészségügyi kockázata 100%, akkor az elektromos cigaretta csak 4%. Ezt bárhogy reszeljük a fingot, az ilyen apró, és szerinted már sokszor elcsépelt cikkeknek is örülnünk kell, mert... Megkövetlek, Charlie, mert valóban itt nem az a hír, hogy van ez a cikk, mert ezt a cikket tényleg már négy helyen láttuk, hanem az a hír, és ennek valóban örülni kell, hogy egy Népszava kaliberű médium is átveszi ezt a cikket, és ebből a szempontból tökre igazad van, úgyhogy kussolok. És akkor kicsit vidámabb vizekre is. Hát nem vidám, a fene tudja, majd eldöntjük. Mert eddig tudtuk, hogy van ilyen, csak nem gondoltunk bele, hogy akár az elektromos cigaretta kapcsán is fölmerülhet ez a dolog. Ugye azt tudjuk, hogy a legkönnyebb számítógépet úgy megfertőzni, akármilyen vírussal, vagy malware, vagy akárhogy nevezhetjük ezeket, hogy bedugunk valamit az USB portjába, és az föltelepít magától valamit a számítógépre, ami logolja a billentyűzet leütésed, vagy csak egy vírus telepít föl rá, és zombi gépet állít majd hadrendbe. Megint a zombik. Megint a zombik, jaj! Igen. És ugye most egy új aspektus. Kaphatunk-e vírust az e-cigi töltőjén keresztül? És ez sincs kizárva. Tehát a fene tudja, hogy a kicsi kínai, és lehetünk most bármilyen, hogy mondják ezt, paranoidok, a valós kockázata meglehet. Meglehet, hiszen fene tudja, hogy ki mit, hogyan szerel össze, hogyha abban a kis elektronikában, amivel mondjuk valaki az egóját tölti, és itt az egó méretű cigire gondolok, nem a saját egójára, az akár egy ilyen kis végtelenül leegyszerűsített elektronika is lehet, ami mit tudom is én, föltelepít valamit a gépre is, és aztán ott rakoncátlankodik majd nekünk, és nem tudjuk, hogy miért. Igen?
Egy nagyon érdekes kifejezést tanultam a héten. A héten publikálta az Amnesty International, illetve hát a szoftverfejlesztői, amit az Amnesty International finanszírozott, egy Detect nevezetű szoftvert dobta ki a nagy közönségnek, amivel a szokásos mindenféle spyware, malvereken kívül, amit egyébként a biztonsági programok keresgetik őket. Vannak ugye ez a hisztéria, hogy a kormányzatok, az egyes országok kormányzatai mindenféle kémprogramokat hasznosítanak, amiket nem detektálnak ezek a dolgok. És kifejezetten ezeknek a kémprogramoknak a végignyálozására készült ez a szoftver. Na és ennek persze azonnal megnéztem, hogy kémkedje utánam a kormányzat, és egyelőre úgy tűnik, hogy nem. De ennek a leírásában olvastam egy nagyon érdekes kifejezést, amit így még nem láttam. Digitális higiénia. Így nevezték azt. Komolyan, esküszöm, nagyon találó, abszolút eltalálták szerintem az egészet. Tehát egy egészséges digitális higiénia fenntartása esetén, egészséges digitális higiéniai szokások követése esetén nem annyira fenyegetnek téged ezek a veszélyek. Tehát nyilván ezek az USB kulcsos történetek, ezek alapvetően a Windows-os gépeknek a tulajdonosait fenyegetik, mert ott szoktak általában ezek a mindenféle kártékony dolgok a legkönnyebben utat találni maguknak, de még a mezei szottya a Threadmondi Windows-on is megvannak azok az alapvető biztonsági beállítások, amik föl fognak tolni egy pop-upot az elét, hogy figyelj, itt valami elindult és szeretne módosításokat végrehajtani a lemezeden engededet. Tehát, hogyha csak nem ész nélkül mindenre igen nyomunk, és az összes vicces e-mailt megnyitjuk, és minden weboldalra elmegyünk, és a többi, és a többi. Tehát egy egészséges digitális higiéniát ápolunk, akkor ezek a veszélyek nem annyira fenyegetik a felhasználót. Ja, csak itt az értőolvasás, a gondolkozás, és ennyi. Ezek kellenek hozzá. Hát 2014-et írunk, tehát szerintem azért valahol mindenkinek elemi érdeke, hogyha internetet használ, egy számítógépet használ, hogy legalább minimálisan tisztában legyen a ráleselkedő veszélyekkel, és a legegyszerűbb úgymond házi fortályokkal, amikkel valamilyen szinten védekezhet ezek ellen, mert hát, van de az most ember, ezt magyarázd meg mondjuk a jó, nagymamádnak, aki elé letettél egy régi számítógépet, amit már te nem használsz, hogy mire nem kattinthat. Hát mert nekem van ismerősöm, aki letette a gépet, és mellé kinyomtatott egy A4-es papírt, hogy képzeld el, a 62 éves anyukájának csinált e-mail címet, és leírta, hogy ide kattints, oda ezt írd be, amoda azt, így lépj be a Facebookra, és hogy kommentelj meg, hogy lájkolj. Na, hát akkor képzeld, ha egy ilyen találkozik egy ilyennel. Ez aranyos. Persze nyilván be lehet szűkíteni a nagymama mozgásterét nagyon durván a megfelelő policy beállításokkal, de most ki fog ezzel szórakozni, hogy ketrezbe zárja a számítógépen a nagymamáját, mert azt nyilván mondod az neki, USB-t is Nagyi, lehet jutni. Nagyi, admin accountot kaptál. Jó van, kisunokám, de mi az? Na, igen. Nagy hatalom, nagy felelősség, Nagyi. De nem, igazad van, az átlagember ezeket simán beszívja, hogyha kap egy ilyet, úgyhogy igen, ezért is éljenek a módkészülékek, és az X-Star töltő, ami itt pihen len jobbra a lábunktól, az elég messze van a számítógéptől, úgyhogy onnan nem fog átugálni semmi. Kis színesként még van két hír, aztán mehetünk az olvasói levelekhez. Az egyik az tulajdonképp nem annyira friss, egy november 5-ig csak most került a látómezőmbe a Pécsi Újság cikke, ami úgy kezdődik, hogy még viperát is tartott az árukészletben, a NAV lett a Veszte 3T-vel, írták. No mindegy, ezt nem kommentálom. Az ellenőrzéskor a következő dolgokat foglalták le. 2 darab vipera, 15 hamis Nike szabadidő garnitúra, 21 hamis iPhone tartozék, tetteredet még sorolom, hogy mik a hamisak, előkerült továbbá 204 darab kamagra, 2 darab Virecta teljesítményfokozó tabletta, valamint 2490 darab e-cigaretta utántöltő patron is. Azt a piaci szegmest próbálom meglelni, aki a hamis Nike melegítő, a vipera, a kamagra és az e-cigaretta utántöltő patron diszkuszióját kereste egy boltban, hogy
végre van már ilyen bolt is Pécsett. Nem, nem tudok Kérek rájönni. szépen, Egyébként azt írják, 10 őszi barackos patront, egy viperát, meg egy súgós nadrágot. igen. Mindent egy helyen. Végre, mint egy plázában, nem kell 50 felé rohangászni. Egyébként az az érdekes, a cikkben azt írják a végén, hogy büntetőeljárás keretében lefoglalták, és egészségügyi termék hamisítása, valamint zártörés miatt, tehát a zártörés az mindig, büntetőeljárást indítottak. Remélem, hogy itt a kamagrára gondoltak, mint egészségügyi termék hamisítás, és nem az e-cigaretta után töltő patronra, mert az erős mellélövés lenne. Na hát ilyenek is vannak, csak kis színesként. A másik pedig a 10-es pontban, amit írtam, Kaifun, Kaifun, ki hogy akarja mondani, csak mindenképpen Y-nal írja, ez a lényeg. Kaifun 4 hamarosan startol. Végre kibújt a szög a zsákból, basszus, múlt héten úgy kerülgetted a témát, mint macska a forrókását. Forrókását. Igen, Nem kiderült, tudunk semmit róla. igen, közben kiderült, ugye ez a háromfajta config, amit ugye képként is kiraktam az elcigi tesztekre, és közben azt is megtudtam, hogy ez úgy néz ki, hogy ugye van a fémpalást, van az, aminek alul fölül fém, és középen minden ellentétes, általam is híresztelt dologgal ellentétben, középen van az üveg, és a harmadik verzió, ami olyasmi, mint mondjuk a Typhoon GT-nek ez az átlátszó plexi palást, van egy ilyen telibe műanyag palást is. Én gondolkoztam, hogy melyiket kéne magaménak tudni, és aztán tegnap beszéltem Oszival, és az derült ki abból, amit mondott, hogy túl gondolkoztam ezt az egész dolgot, mert nem kell azon gondolkozni, hogy melyiket akarom magaménak tudni, mert hogy ez a komplett szett. Nem kell itt túl gondolni, truvájkodni, hogy melyik a jobb, melyik nem repeszt, melyik nem reped, melyik nem sérül. A Kaifun 4-hez ez mind jár. Úgy, ahogy van. És 5-10 csatija van. Amit múltkor beszéltünk pont a P3 kapcsán, hogy tudod, ez az újfajta csatlakozó, és mennyire régi szar ez az 5-10 csatlakozó. Na, a Kaifun 4-nek van natív P3 csatlakozója, ami így ebben a formában baromi jó Tessék. lesz. Most már csak mindenkinek 90 ezer forintos P3-akkal kell szaladgálni. És egyébként azt írja, hogy állítható a levegő szabályzás is megoldott, de nem úgy, mint eddig, hogy egy kis csavarral, hernyócsavarral baszkurálod oldalról. Ez mondjuk egy fura dolog nekem, hogy ahogy jelenállás szerint tudom, meg elmondták, az 5-10 csatlakozónak a pozitív pinnyét tekergeted ki be, és azzal állítod. Ez még egy kis zavart kelt bennem, hogy mi van egy fix csatlakozóval rendelkező provárinál mondjuk, Igen. hiszen ott ahhoz beállítod, akkor gyakorlatilag a készülékednek az 5-10 csatlakozója fogja megmondani, hogy fogsz elelni, nem tudom, majd a teszt megmondja. Fölülről tudod tölteni, az egy pozitív, és nem úgy, mint a mostani iPhone, tudod, hogy a felső kupakot, a záró elemet kompletten letekered, hanem a dripje az egy szabvány 5-10, és amibe belerakod a drippet, ami régen is a Kaifunnál volt, hogy tudod, a natív drippet használod, vagy ezt az 5-10-est, és akkor egy ilyen menetes kis kúpos részbe le tudtál tekerni. Na most azt a menetes kúpos részt, ha letekered, akkor úgy néz ki, mint egy régi Helix patron mondjuk. Jó, ez erős Aha. túlzás, de hogy a levegőcsövet látod, és mellette be tudod folyatni. Annyi van, hogy ilyenkor a levegő állítást elmondása szerint el kell zárni, hogy ne legyen Különben oda váltunk, igen. megfolyás, de szerintem ez annyira nem vészes, ha az ember gyorsan tölti.
Engem egyébként nem zavar a iPhone-ba az alultöltögetés, tök praktikus. Kicsavarom a csavart, beledugom a dugeszt, nyomom, és ő van töltve, és nem kell szerencsétlenkedni. Jó, csak Hát itt már ilyen nincs. Tehát ezt tudod állítani, tudod a likvid mennyiséget is állítani, hogy az milyen tempóban folyjon, és azt mondja, hogy igen, hirtelen most írt egy órája Oszi, hogy mi van a készletben, és ott írják, igen, a Kaifun V4, az üvegtank, a polikarbonát, manuál, és egy robbantott rajz az összeszerelésről, és szerintem nem viccelt, azt mondja, hogy valamilyen 40-es nagyságrendben van az alkatrész, tehát ez a komplet set, mindent szétszedsz, és akkor elkezded végig számolgatni, és valahol 38, 39, 40, 40, valahol itt megállsz. Rengeteg alkatrészből áll. De a legfontosabb kérdés. Igen? Mini, áttetsző, kék, műanyag, nyeles csavarhúzó jár-e hozzá? Hát akkor ez neked szerintem dealbreaker lesz. Felnébe. Azt mondja egyébként, igen, tehát azt mindenkinek tudnia kell majd, hogy ez is ilyen globális piacra dobás lesz. 6-án kezdődik meg az itthoni is, meg a nemzetközi is értékesítés, és addigra remélem én is el tudom készíteni a videót róla. Bezárkózom a lakásba, senki nem jöhet be, nem fogom senkinek a kezébe adni addig. Nagyon kíváncsi leszek. Készül rá nagyon Oszi, mert képzeld, még P3-at is ad mellé, hogy meg tudjam mutatni, hogy néz ki rajta natív csatlakozóval, meg mindenféle átalakítóval, meg várj egy picit, visszaolvasok. Előny, óri, igen, jó. Körülbelül ennyi, és akkor a végére marad az ára, az körülbelül egy hangyafasznyival 50 ezer forint alatt lesz. Mindenki eldönti magának, hogy ez Mikulás csomagra, vagy karácsonyra sok-e, vagy sem. Végül is, hát nem azt mondom, hogy három egyszerre használható szettet kapsz, de ha pariba állítjuk mondjuk a GT-vel, ahol külön meg tudod venni a palástot, a fémet, meg mondjuk nem kapsz, nem tudsz hozzávenni. Vagy tudsz hozzávenni? Most nem vagyok képben. Ezzel a full polikarbonát tankkal lehet, hogy az is valahol árban itt lenne egyébként. Úgyhogy kíváncsian várom, ad majd mindenféle átalakító gyűrűt hozzá, hogy szép legyen a Provarin is, a P3-on is, a kettőfelen is. Várom szeretettel a teszterejéig a dolgot, úgyhogy hát ez a P4, nagy várakozások előzték meg, és kíváncsi leszek. Azt mondja egyébként Oszi, hogy valami borzasztó mértékben eszi a levest jó értelemben. Valami 1,2 ómot tekert rá, és tegnap este beszéltünk, azt mondta, hogy két tank ment el, az olyan 8-9 milli lehet. Az korrekt. És tehát semmi extrém tekerés, és azt mondja, hogy bazi nagy zsíros gőze van a dolognak. Nagyon el vagyunk kényeztetve, itt a Typhoon is, a Kaifun is, így az ünnepek előtt hozza hát ki ez nem kényeztetés, ez ilyen kínzás már szerintem. Tehát, hogy most mit vegyél, hogy magyarázod meg otthon a családi költségvetés a rohamos megcsapanását a pénzügyminiszternek? Lesznek bajok. Én is ezt számolgattam. Mert? Most vettem egy iPhone Lite-ot nemrég, és nagyon boldog vagyok vele, úgyhogy nyilván ez féket vet. Ez az alulról töltögetés, azt én abszolút nem szeretem. Hát egészen praktikusnak bizonyult. Én azért nem szerettem akkor sem, mikor használtam, mert én úgy vagyok vele, hogy a készülék csatlakozójára nagyon szeretek figyelni. És én azt a lehető legkevesebb szeretem. Tehát én a Provarin is, az Ion is úgy töltöttem, úgy tekertem mindig, hogy a bázis elem rajta marad,
letekerem. Vagy mondjuk a Kaifunnál töltőcsőr be a gyári Kaifun töltőjébe, vagy fölülről letekerem, hogy ne kelljen a csatlakozót, mindig azt vizsgáltam, tudod, hogy az a kis sárga rész, vagy vörös rész, az mennyire dörzsölődött meg ott attól Igen. a csavartó, de egyébként ez is egy műremek ez a csavar, néztem fényképeket tegnap a Kaifun 4-ről, hogy még a csavarnak a bemetszése, bemarása is, minthogyha le lenne polírozva a csavar lapján állott ez a rész, hogy még az se dörgölje meg az 5-10 csatlakozódat. Szóval én ezért nem szerettem a Lite-ot, mert ott igen, nagyon kényelmes ez azt a kis csavart kiszeded, és úgy töltöd, az tök jó, csak az a mindig ez a Csak közben ki kell kibetekergetés. tekerni. Igen, igen. Tehát, Én nem szeretem a felülről töltést, az, az igazság, mert nekem viszont kurva macerás az, hogy oké, megtöltöttem, akkor most gyorsan fejrefordítom, mert amikor már egy picit betekertem, és tehát így zsonglőrködni kell vele. Plusz én azt vettem észre, hogy a gumi ógyűrű, ahol a teteje csatlakozik a kéményhez, az szereti egy kicsit arrébb tekerni a kéményt, amikor lecsavarod azt a tetejét, egy incifincit arrébb teszi, és aztán Aha. persze, hogy többet tekered, akkor megint egy kicsit arrébb viszi, és akkor változik, hogy milyen mennyiségben, mekkora a luk az alján, a kémény alján, ahol a két bemaráson megy föl a likvid, és hogy az így elállítja, hogyha fölülről töltöm, mert én nem szeretem fullosan rácsavarni a kéményt, és onnantól kezdve egy kicsit laza, hogyha fölül nyitom és fölülről töltöm, akkor az mindig egy pár millimétert incifincit arrébb tekeri, és akkor mindig más. De hát kinek mi? First world problem. Úgyhogy a jövő heti projektem az ez lesz, meg még egy csomó más minden. Lesz jövő héten Scarabeus, lesz jövő héten mindenféle Aspire, Carbon, lesz Steelpunk, lesz sok minden teszt lesz, és úgy sikerült ezeket megkaparintani egyébként, hogy nem sokára, tehát ezek nagy része, inkább azt mondom, hogy a 99%-a ez jó, a saját Scarabeusomat nem fogom kisorsolni, de az összes többi az megy a Mikulás csizmájába, és valakinek már a karácsonyfája alatt lehet akár. Wow. Úgyhogy ezúton is köszönjük a felajánlásokat, vagy köszönöm a felajánlásokat. Ha kicsivel is, de talán hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy valaki cigarettamentesen töltse a karácsonyát a fa alatt. És mi volt még, amit akartam? Ja igen, a fekete péntek. Tényleg, tényleg. Hát ez a fekete péntek, ez természetesen ugyanolyan hülyeség, mint ami az összes többi ilyen amerikai szokás, ezt is Amerikából hozzuk át, mint Halloween-t, ezért is sokan köpködnek. Ott természetesen rendőrségi biztosítással egybekötve nyitják meg a Walmartot mondjuk, és ott tényleg nem vicc, ez a 70-80-90%-os leértékelés, és az emberek tapossák egymást azért, hogy tudjanak venni olyan dolgot, amire nincs szükségük, tudod, ez a birtoklási, vagy nincs szükségem, de most de annyira olcsó, hogy most 4000-ről csak 600 dollár a 140 centis LCD TV, és most veszek kettőt. Úgyhogy hát ez ide is bejött. Nálunk is volt ilyen akció, az E-Digitál is múlt héten kabarét csinált magából, és lehalasztották a websájtjukat csak arra a napra egyébként, tehát az vicces volt. És ugye aztán jön a Cyber Monday, a hétfői nap, amikor szintén lehetnek ilyen akciók. Ez is egy ottani lecsengése a dolognak, de hát szerintem ez a karácsonyi időszak, ez erről szól, tehát a fekete péntek, aztán ez a ciber hétfő, aztán meg majd jönnek karácsony után, meg januárban a beragadt készleteknek a leértékelései és kiárusításai, úgyhogy körülbelül ennyit érdemes róla tudni. És sale. Igen, igen. Tehát ez a péntek meg a hétfő, ezek ilyen egynapos akciók szoktak lenni. Általában
Na de mi az eredete a Fekete Pénteknek? Honnan jön a név? Én ezt várom nagyon, hogy megtudjam. Fekete péntek. Szerintem, ha láttad Tibi atya posztját, Szerelem csütörtök és dobszerda. nem, a Tibi atya posztjában az első fekete péntek az ugye Robinson Crusoe szolgája volt. Én ezt láttam, úgyhogy nekem ez az autentikus. Akkor ezt ma se tudom meg, úgy látom. Nem tudom egyébként. Engem jobban érdekelnek mindig a számok. Úgyhogy a történelem ezen részén hiányosak az ismereteim. Letudtuk az adásmenet ezen részét. Van egy pár olvasói kérdés, annak még nekifuthatunk, ha gondolod. Fusson, kérlek. Danka Gábor kérdezte. Tudom, hogy sok szó esett már az üvegszálakról, mégis miből adódik, hogy nem egyforma az ízvisszaadás? Az egyenkénti szálvastagság, fonat sűrűség, az ekovul is más, mint például 6-7 1 mm-es szál összefogva. Észrevételed? Szerintem igen. Nem, Köszönjük. nem tudnék hiteles tudományos választ adni rá, csak az, hogy igen, én is észleltem már a megfigyeléssel, én is találkoztam. Nem tudom, hogy Hát én az miért. ízvisszaadást egyébként átfordítanám likvid szállításra. És akkor úgy azért már kézzelfoghatóbb a dolog, hogy ugye neked ahhoz, hogy ízeket érezzél, a fűtőszál alatt, között, körül likvidnek kell lenni. Ha valami rosszul szállítja a likvidet, akkor vagy égett az ízed, vagy nem érzed olyan intenzíven az ízeket. És akkor lehet jönni ezekkel a tudományos dolgokkal, hogy a német üvegszál, meg a kínai üvegszál, meg... Igen, sok mindenben eltérnek ezek, hogy amit elemi szálnak mond Blacky is a videóban, de az tulajdonképpen az elemi szálakból összetett másik elemi szál, hiszen az elemi szál az a legkisebb rész lenne, ami egy darab üvegszál, de ezeket ugye összefonják egy pici kis pászmába, és azt egy végleges nagyobba, tehát a Blacky is a videóban úgy mondja, hogy elemi szál, az azt jelenti, hogy mit tudom is én, 10, 20, 50 ilyen nagyon vékony üvegszál, ami egybe van fonva, olyat kihúz, az mondjuk egy ilyen pár tized milliméteres darab. De szóval igen, a fonásban, vagy hogy körszövötte, vagy csak simán össze van sodorva, de mind-mind azt eredményezi csak, hogy tulajdonképp nekünk egy dologra van szükségünk, hogy a folyadékot megfelelő gyorsasággal szállítsuk. A folyadékot nem az üveg szál szállítja, ő hülye ehhez, buta, hanem az A üvegszálak rések, igen. közötti rések, ezek a kis kapillárisok. És én mindig azt gondoltam, meg mindig azt mondom, hogy sokkal jobb, hogyha kevesebb vékony üvegszállal dolgozunk, mint bocsánat, ha több vékony üvegszállal dolgozunk, mint hogyha kevesebb vastaggal, mert azt szerintem nem szállítja olyan jól, és ezért sem használtam mondjuk a GT-ben sem mondjuk két darab hármas üvegszálat, hanem egyes üvegszálból hatot, hetet, nyolcat. És ez Ez egy sok. nagyon érdekes valami egyébként, bocsánat, hogy közbeszólok, de még Fifika mondta nekem a múltkor, vagy a múltkor mondta, hogy akár érdemes ezeket a fonatokat szétbontani és úgy felhasználni, és én kipróbáltam, és a perszóba mikrokorra tekertem ilyen, vagy mikrokorral tekertem ilyen szétbontott, és aztán egy csomóba összefogott üvegszálakat, ami ugye ilyen seprűszerűen szétnyílik a vége, és azt elrendezgettem, és az ott millió helyen tappantotta bele a végét a likvidbe, és valami varázslatosan vitte a levest. Igen, az egy, tehát ez pont ugyanazt csináltad most, mint hogyha mondjuk lenne egy vastag 3 millis üvegszálad, és mégse, mert te azt szétszetted, és csináltál belőle mondjuk sok fél milliset. Ugyanez. Több lett közötte a légrés, ami ezek a nagyon pici levegő csatornák jobban szállították. De mire akartam kiukadni? Igen, az, amit te mondtál, hogy én úgy csinálom, azt javasolnám neked is, próbáld meg, hogy nem szeded szét, hanem megtekered mikróra, belerakod, vagy tehát az a lényeg, hogy egyben legyen benne, és aztán ellentétes pödréssel széthúzgálod őket, és szétborzolod. Kicsit megmozgatod benne, és ugyanazt éred el, csak könnyebb az elején dolgozni vele. És a végén megy szét azokra a nagyon apró szálakra, és tényleg utána olyan,
hogy annyira magához rántja, hogy ezek a szétborzolt szálak úgy néznek ki utána, amikor megszívja magát likviddel, mintha két ilyen likvid göbecs lenne ott a végén. És valóban szerintem így jobb az íze. A fonat sűrűség az meg tényleg gyártója válogatja. Meg hát az íz visszaadásnál ugye nem mellékesen üvegszálat. Én nem szoktam kifőzni. Van, akinek tényleg ennyi ideje van, hogy kifőzi, meg játszik vele. Én azt vallom, hogy én az üvegszálat előtte vagy gázlángon, vagy drémellel izzásig átforrósítom párszor, a kosz dzsuva leég róla, és utána, ha megtekertem, akkor ugye szárazon ráízítok, és egy picit megnedvesítem azzal a likviddel, amit majd fogok szívni. Tehát ugye nem szárazon belerakom a kazán, mondjuk a tankba is szívja meg magát, hanem megnedvesítem, kétszer-háromszor azon annyit átszállítok, hogy elgőzője, 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 után csöppentek, elgőzöli, gyakorlatilag ezzel átmosom, így idézőjelbe, és utána belerakom a tankba, és akkor már abszolút nincs az, hogy na, be kell törni az üvegszálat, mert megtörtént előtte. Úgyhogy ennyi röviden az üvegszálas rész. Aztán másik kérdés, ez már kérdés csoport Bór Andrástól, mert beraktam a Google Docsba, és itt 49 sorig ment a sortörés. Nem tudom, hogy elkezdjem-e olvasni. Próbálom a nagyját kiszedni. Nem kérdés, inkább egy problémára hívnám fel a figyelmetek, kérném a véleményeteket erről a jelenségről. Igazából a segítségadás megfelelő formájáról lenne szó bizonyos esetekben. Sokadjára találkozom azzal, hogy valaki megkérdez valamit, amit egyszerű középiskola első osztályában oktatott matematika tudással kiszámolhatna magának. És akkor itt nem arra gondol, hogy a kantál hány ohm per méter ellenállású, ilyen magra, olyat teker, most itt zanzásítom, hanem azt mondja, hogy ilyenekkel találkozik, igen, hogy x milligram per milliliteres alapot vettem, y milligram per milliliter leves szeretnék keverni, miből mennyi kell belőle. És most tényleg zanzásítom, de szerinte nem az a lényeg, hogy megadjuk neki a kérdésre a választ, hogy ennyiből ennyit rakja, annyiból amennyit, hanem hogy próbáljuk megértetni vele a számolás eljárást. Mert hogy akkor mit érsz el az egyikben, mit a másikban? Az egyiknél azt éled el, hogy megkeveri azt a levest magának, és utána egy hónap múlva, hogyha más miatt akar, akkor megint kérdez. Ellentétben azzal, hogyha egyszer elmagyarázod neki, hogy kell számolni, akkor utána a következőt már magának ki fogja tudni számolni. Igen, ez így van. Mi van még? Azt mondja, hogy igen, ezt a kérdést saját maga megválaszolja tulajdonképpen ezzel. Szerintem, ha egy éhezőnek kenyeret adnak, az nem igazi segítség, inkább csak a segítő lelki világának simogatása, hogy ő milyen jó ember, mert igenis segített, de a kenyér holnap estére elfogy, és ugyanott vagyunk. Szerintem az éhezőnek lehetőséget, eszközt és tudást kell adni, hogy a jövőben termelhessen magának élelmet, ez az igazi segítség. Persze az sem árt, ha az első aratásig adunk neki enni. Igen. Ezt már sok Van ennek fórumon, egy... igen? Ja, mondjad, mondjad. Van Sok még egy fórumon már érdekes... elmondtuk egyébként, hogy igen, ezért kéne a tudást úgy átadni, amit már sokszor mondtunk is, hogy ez a egyszerűbb kérdezni, mint utána gondolni és olvasni, de nehéz változtatni ezen. Mit akartál mondani? Azt akartam mondani, hogy itt megpendít még egy érdekes megközelítést András a kérdésében, az az, hogy az, aki ennyire nincsen képbe vele, hogy mégis mit csinál, és mik az összefüggések az egyes összetevők között, annak egyáltalán nem biztos, hogy kevergetnie kéne. Igen, most erre lesarkítottuk, de gyakorlatilag ugyanez a tekerés is. Ha nem tudom, akkor nem csinálom. És senki nem nézi le, és nem lesz attól kevesebb, hogyha egy integrált fejes patront használ. De a tekerés is ilyen egyébként, hogy ott van millió egy videó, hát Blacky hány remekül összerakott videót adott a világnak, úgymond. Meg kell nézni négyet, ötöt, meg kell nézni, hogy mi romlik el, és amikor már végképp teljes káosz van, és akkor sem megy, akkor kérdezni mondjuk, mert alapvetően minden információ ott van az interneten. De Viszont azt érzed, hogy tehát abban is sok különbség van, hogy azt mondja valaki, hogy
Figyelj, most csak sarkítok. Miért tekerjek, hogy jó legyen, vagy azt mondod a kérdésben, hogy tekertem egy ilyet, ilyen huzalból, ilyen ellenállással, az a gondom, hogy próbáltam úgy kiküszöbölni, hogy ez nem vezetett eredményre azért, mert. Tehát, hogy látszik, hogy te is foglalkoztál vele, gondolkoztál rajta, és valahol elakadtál. Pont egy ilyen posztot láttam tegnap a Facebookon, nem emlékszem az úriember nevére, de egy GT-szerű készüléket tekergetett meg, és konkrétan elmondta a problémáját, hogy igen, nézte, igen, odafigyelt ezekre, stb. Stb. És mégis ez a jelenség, hogy nagyon hamar égett íze van, hogy mi a fene lehet. És akkor erre tök jó válaszokat tudtak neki adni, hogy valószínűleg óromulatott el, még az a kis extra tömőszál, vagy hogy a fenébe hívják a tetejére, és akkor kisült, hogy na, olyat nem rakott, stb. Stb. Tehát egész más, mint ahogy te mondod, mint amikor valaki oda megy, hogy itt van előttem egy maréka alkatrész, mit csináljak vele. Ja. De ezen szerintem egyébként nem lehet segíteni, mert van az a fajta ember, aki bright only üzemmódban létezik, és 40-szer válaszolsz neki, nem fogja leszűrni belőle a konzekvenciát, hogy no hát, ha 40-szer megvolt a válasz az interneten, akkor 41-szerre is meg lesz. Kérdeznek. Velük Hát nem illetve nagyon úgy lehet mit kérdeznek, tudod, csinálni. hogyha nagyon sürgős, nagyon fontos a kérdése, akkor ugyanazt fölteszi 40 topikban. Igen. Az a másik Szűnyeg kedvencem. bombáz. Igen, mert akkor 39-et törölhetsz, és te vagy a köcsög, mert törlöd. Mondjuk, tehát nekem nincs fórumom, nincs topikom, nem törlök, csak így mondom az analógiát, hogy olyankor mindenki más fekete seggű, csak ő nem. Mert hiszen csak meg akarja tudni, hogy hogy a jó. De hogy a likvides keveréses dologról is mondjak valamit, például az teljesen triviális. Tehát az jóformán ilyen tizedes egy pontossággal fejbe is ki lehet számolni. De ezzel szemben például én is lusta vagyok, és csináltam magamnak egy ilyen Google spreadsheetbe egy milligram kalkulátort, ahol pontosan 4 darab adatot kell bevinnem, és mindent megmond. Tehát megmondod, hogy a egyik likvid, amit beleraksz, az hány milliliter, hány milligram per milliliter erősségre, a másik mennyi, és kikötő belőle, hogy ebből mennyi, nyilván az egy összeadás, meg milyen erősségű, az meg egy összeadás és osztás, megszorzás. Tehát 4 alapműveletből kiköpi az egészet, tehát tök triviálisan ki lehet számolni. Egyébként szerintem most megint be fogom tenni, mert én is csak időm nincs, meg lusta vagyok, és ezért e-liquid kalkulátort használok. Ennyi. Tehát, hogyha valaki akár csak arra is jó, hogy megszerezze a tudást és a biztonságérzetet, hogy ő valamit, ha kiszámol papíron és nem biztos benne, akkor be tudja ugyanazokat az értékeket pötyögni az e-liquid kalkulátorba, és kidobja, hogy ha nekem ennyi nikotinos, mondjuk 38-as nikes, és ahhoz még nullás VG, nullás PG aromából ilyen százalék mennyi kell, azt mondod, hogy kell neked 10 milli, és kiköpi a végén, hogy mennyiből hány cseppet, vagy hány millit. Ehhez már tényleg nem kell programozó matematikusi tudás, csak neked kell tudni, hogy mit van, meg azt, hogy mit szeretnél. És a kettőből ő ki fogja számolni. Tehát úgy gondolom, hogy ez már bőven megteszi azt, amit az ember akar tőle, és nem kell kérdezgetni a fórumon. Mert mindenkinél elpattan egyszer a cérna az 56. ugyanolyan kérdésnél. Igen. Úgyhogy ennyi volt röviden. Az olvasói kérdések kicsit megcsappantak, de nem szegi kedvünket a dolog. Mindenkit arra biztatnánk, hogyha van kérdése, nyugodtan tegye fel a Facebookos csoportban. Amit én utólagos engedelmeddel zártra átállítottam, tehát ugyanúgy lehet csatlakozási kérést küldeni, csak jó, persze. Ha valaki nem tagja, akkor ne olvasgassa. Csatlakozzon, úgyis jóvá lesz hagyva, és utána majd akkor olvasgathat, kérdezgethet ott is. Hatásszünet volt az isteni misztik málnámnak. Én is egy nagyot pippantottam éppen. Úgyhogy fájó szívvel, de szerintem a mai adást rekesszük be, fifika nélkül. Remélem már nagyon jó hangulatban vannak Szegeden a kedves vapertársak. Biztos vagyok benne. Mi nem voltunk ott, de Fifika képvisel minket, mint podcastereket, gondolom, remélem, ajánlom.
osztogatja az autogramokat. Olvasói találkozó, de ez a fedő sztori, tudod, hogy ecigi találkozó, de egyébként olvasói találkozó. Vagy hallgatói, igen. Gondolkoztam rajta egyébként, most láttam minap a ismerősöméknek van egy viszonylag itthon sikeres podcast csatornájuk, és szerveztek egy ilyen olvasói kerekasztalt. Csinálhatnánk mi is egyszer egy ilyet alkalomattán, ahol mindenki fölteheti a kérdéseit, mi mikrofonba válaszolnánk, vagy bedrótoznánk magunkat, és akkor ebből csinálnánk egy podcastet, mert a múltkori Cloud Chasing-en készült adásmenet, és egyébként a millió nagyon bejött nekem, tehát megint csinálhatnánk egy ilyen kitelepülőst majd valamikor. Hát, simán. De hát azért a legtöbb helyi-helyközi vaper találkozón azért megjelenünk. Most akkor úgy kell csinálnunk egyet, hogy így reklámozzuk be a találkozót. Jó. Zsír. Akkor bár ezt, igen? Azt nem merem ígérni, hogy erre decemberre sor kerül, mert december az nagyon hamar el fog múlni nyakunkon az ünnepek, mindenki rohanni fog, rohangálni fog, mint a mérgezett egér, és vaper találkozók is lesznek, ugye? Nekem is ki kell mennem Bécsbe, mert annál finomabb gesztenyét sose lehet enni, mint amit ott teszik az ember, mondjuk. Valamelyik Szegeden hétvégén. Szegeden jó gesztenyéket lehet kapni, meg a Deák téren is, hogyha éppen mond. Szóval ne jövő hétre ígérjük ezt a persze. író-olvasó találkozót. Fölmerült, mint ötlet. Jó, szerintem akkor zárjuk be, és hogy stílszerűek legyünk. A kulcs elfordítása után azt írjuk a névtáblára, ami az ajtó fölött áll, hogy tegnap is szaridő volt, meg el is voltunk havazva. Legyen az az adásunk címe, hogy megcsúsztunk a jégen. Legyen. Akkor ennyi. Örülök, hogy itt voltál, beszélgettünk egy jót. Jövő héten ugyanitt. Szia! Szintúgy. Köszönjük szépen. Ciao.